Jégzajlás miatt napok óta üresen, egy helyben áll a tiszacsegei komp. A Tiszán több 10 kilométer hosszan áll a jég, s bár a látványa gyönyörű, közlekedni rajta veszélyes. Hát napok óta állunk, most már 25-én kellett megállnunk. Már azt megelőző napokban is futballpálya méretet, tehát különböző méretű, meg vastagságú jégtáblák jöttek, de csütörtökig tudtunk közlekedni a komppal. Pénteken már annyira összeállt a jég, annyira megvastagodott, megerősödött a jég a víz felszínén, hogy már akkor veszélyes volt közlekedni, és megálltunk a komp közlekedést, megállítottuk. Kedd délelőtt a Zord-Tisza partján enyhe, napos idő fogadott minket, mely a jégzajlás elmúlásának is igen kedvező. Szabad szemmel is lehet látni, hogy több helyen most már vannak szabad vízterületek, megszűnik a jegesedés, olvad szépen, és ha szerencsénk van, akkor nem várunk hosszantartó jégzajlást, mert ez a hókása vagy jégkása, ez valószínűleg napok alatt el fog olvadni, hogyha így marad az időjárás. A tiszacsegei komp gazdasági és idegenforgalmi szempontból is igen jelentős a város életében. Jelenleg akár 60 kilométeres kerülőt is jelenthet a komp leállása. A Miskolc irányába megy valaki, vagy az északi ország részbe, akkor ugye a kompon volt az evidencia, hogy itt ment mindenki. Ha ilyen esetben, amikor ugye nem jár a komp, jegesedéskor vagy árvízkor, ilyenkor körbe kell menni, mind a két legelső híd, tehát a fent Tiszaújvárosnál van legközelebb híd, az alsó szakaszon pedig Tiszafürednél, úgyhogy mind a két híd 30 kilométerre van nagyjából. De hogyha valaki közvetlenül a túloldalra akar menni, akkor az kétszer 30, tehát 60-70 kilométert is kerülni kell.